Hány beállítást használsz általában egy koncerten? Minimum 6-ot, az a minimum. Bár mondom, hogyha én maximumista szeretnék lenni, akkor olyan 10-et, 8-at, 10-et, 6 azért kell. Attól függ, milyen produkcióba játszik az ember. Van, ahol 3-mal el lehet lenni. És ismerek olyan produkciót, ahol 1-jel. Sőt, vannak olyanok, ahol 1-jel se. De általában olyan nagyjából 6 millió szokott lenni egy sima torzított, ilyen ritmus torzított. Szokott lenni egy ilyen delay-esebb tiszta hang, szokott lenni egy delay-telen tiszta hang, szokott lenni egy szóló hang, ilyen boostolt szóló hang, szokott lenni egy ilyen tremoló, vagy pedig rotary hangulatú hang, és szokott lenni egy ilyen overdrive-os, közepesen overdrive-os hang, tehát nem ennyire heavy torzított, mint amit itt hallottuk, hanem overdrive-osabb hang egy-két helyen. És egyébként nagyon sokat használom a potit, tehát egy tudom, nagyon nagy különbség van. Egészen másképp szól egy ilyen. Nagyon sokat használom. Az introknál. Akkor ezekkel a kompresszor, kis boosterrel, meg ezekkel a dolgokkal lehet olyan variációkat csinálni, amit az ember akar. Tehát szerintem itt nagyon sok variáció van. Tehát, ha megnézzük a nagyokat, tehát ezeket a nagyon nagy gitárosokat, akkor mondjuk nem úgy testileg, hanem úgy hírnevé szellemileg és munkásságilag mi az más, emberileg művészileg, akkor mindenki használ kis pedálokat, és mindenkinek valamilyen módon le van pecselve. Tehát össze van a dugva valamilyen ilyen típusú rendszerben. És nagyon nagy megkönnyíti az ember életét, élőben. Hát szerintem ezzel, tehát most ez így elérhetővé vált olyanoknak is, akik mondjuk nem rendelkeznek olyan anyagi háttérrel, mint ezek az emberek. Tehát ez gyakorlatilag, és ennek van egy kis testvére is aztán, ugye? Igen, az ugye 4 lukkör tud ellenben ezzel, ami ugye ott 6-ot. Szó. Jó, hát nézzünk egyet. Egyes, semmi nincs bekötve. ez a torzított csatorna ennek a fejnek. A múlt évben egy nagyon halvány delay van, és egy nagyon halvány reverb, és egy zajzár van rajta. Az így szól, hogy... A kettes, az egy tiszta hangot hivatott. Erre a kettesben be van kötve, egy buffer van, hogy a magasát ne veszítse el, az egyes loop, ami a mi esetünkben egy kompresszor, a hármas loop, ami ez a kis Fender pedál, a tisztosatot használom a Marshallon, és az effekten pedig használok egy, jól látom majd egy delay, meg egy nagyon halvány kórus, és attól ez kb. Így fog megszólni, hogy... Egy nagyon kicsi, miért én mondjuk hiányolok, lehet, hogy ti nem, de én igen. Ilyen mindjárt megüti, akkor... Finomabban, akkor... És mondjuk, ez a szóló hang, ebben a szóló hangban be van loopolva ez a BB preamp, ott van egy kis delay, egy kis reverb és gate, tehát a zajzár, és a torzított csatorna, ami a torzított csatorna kicsikét meg van boostolva ez a preamp-el, ami azt jelenti, hogy itt szól, hogy... Hozzá,
Ez például egy tremolós hangszín. Inkább az effekt szól, mint mondjuk maga... Inkább az effekt szól, mint ebbe igazából nincs belukulva semmit, az a multi effektnek a egyik tremolóját használja. Most lehet játszani a hangerőkkel. Van benne egy ilyen klasszikusabb, ilyen vintage jellegű életérzés. Esetünkben, ugye, ha jól látom, itt éppen egy szerintem... Ilyen túlzított hang van rajta, egy kis delay, itt pedig lent egy flanger van belukolva. Van, de ezt a próba kedvére az előbb átállítottuk, úgyhogy most visszaálltom a fézert, mint egy fézer van tisztában betéve, egy kompresszorral. Úgyhogy a fézert fogom itt megerőltetni, és meg is fogom, hogy hogy megy. Ugye? Nézzük ezt a loopot. Itt most a loopban kikapcsoljuk a 4-est, és mindjárt hányas, és bekapcsoljuk az 5-öst. Igen, becsüljük a 4-est, bekapcsoljuk az 5-öst. Ezt beírjuk, és store, és innentől kezdve elméletileg nekünk érkezik a fézerünk. Bizony. És igen, egy alapvetően... Még mellé teszünk egy kompresszort, és szerintem az jól fog szólni. Itt van, még egyszer megint elkezdjük, még egy loop. Kompresszor ugye az 1-es. Mellé tesszük, beírjuk, örülünk. Mellette van a kompresszor, egy phaser, és ez belemegy az erősítőnek a tiszta csatornájába, és az így fog szólni, hogy... akarunk egy ilyen flanger-t is mellé tenni, akkor végül is mellé tehetjük az ízes kérdésre, de miért nem? Tehát, hogy mellé lehet tenni egy ilyet. Hanyas hoppulf volt ez a dolog? Várjál. Ez a... Szerintem a 4-es. A 4-es, ugye? Akkor mellé tesszük a 4-est. Így. És akkor együtt fog szólni. A kettő két kis pedál. Nem tetszik, kikapcsoljuk a 4-est. Elrontottam valamit, elnézést kérek. Tehát, még egyszer. Hanyas volt-e? Ezt akartam. Tehát loop. Kikapcsoljuk a 4-est. Akkor most már csak a phaser szólt. Beírjuk. Levisszalogjuk, és gyakorlatilag itt van egy phaser. Ennyi. De akkor az ilyen hangszíneket használom.